Elkészült a Móricz Zsigmond Színház következő évi műsorfüzete. 5 nagy színpadi produkciót tervez az új direktor, ezek közül az első a Dollárpapa lesz, Józsa Imrével a címszerepben. Molnár Ferenc az Ördög című vígjátékának főszerepét Trokán Anna alakítja meghívott vendégként, és Langer András is színpadra lép. Ivók Robot is visszatér, ő Hrabál Túlzajos magány című drámáját adaptálja. Láthatja majd a nagy érdemű Ábrahám Pál jazz operettjét, a Bála Savoyban-t és Molière Tudós nők című komédiáját Vándor Évával a főszerepben, Langer András rendezésében. A Krúdi Kamarában Szász János Ibsen Hedda Gablerjét viszi színre, de a Musi Serer duó is színpadra lép. Nem csak a programterv, hanem a műsorfüzet is figyelemfelkeltő. Ez egy nagy vörös felkiáltójel, ami azt jelenti, hogy figyeljetek emberek, nézzetek ide, itt változások fognak történni. És azok a főbb gondolatok vannak benne, ami számunkra az évadban a legfontosabb. A közönségbarát munka, hogy a szívre, a gondolatra, az érzelemre hatunk, hogy játszunk korstársat, játszunk klasszikust, hogy ez egy megújuló és értékeket őrző évad egyszerre. A nagy színpadon és a kamarában is várják majd a gyerekeket és a középiskolásokat, akiknek többek között Olt Tamás rendez egy különleges produkciót. A bérletek szerkezetében is történik változás. Szétválasztjuk a változó napi és hétvégi bérleteket, nem csak árban, hanem a bérlet átírásban is. Árban a változás az lesz, hogy olcsóbbak a változó napi bérletek, mint a hétvégi bérletek, és változó napi bérletet csak hétköznapra lehet, illetve változó napra hétfőtől szombatig átiratni, a péntek szombati bérleteket pedig csak hétvégére. Júniustól az Interticket weboldalán is meg lehet vásárolni a jegyeket, amely a Teátrum honlapjáról közvetlenül is elérhető. A következő évad bérleteinek árusítása július 15-én kezdődik a jegyirodában, amely a felújítás idején a Művész Stúdió épületében működik, a Bethlen Gábor utca 14 szám alatt.